Minden évben már általánosan elmondható, hogy a felhívások ellenére sem elég körültekintőek az állattartók szilveszteri éjszaka, így a petárdázásokat és a tűzijátékokat követően nagyon sok állat kiszökik otthonról és nem talál haza. Az állatbarát alapítvány menhelyére az évnek ebben az időszakában több mint húsz kutya kerül be, azonban kétszer ennyi gazdi keresi telefonon elcsatangolt kedvencét. Az alapítvány munkatársai szilveszterkor 24 órás ügyeletet tartanak. Tapasztalataink szerint szilveszter napján még nem érkezik túl sok bejelentés eltűnt házi kedvencről, illetve utcán kóborló kutyáról, hiszen a gazdák főleg új év első napján szembesülnek azzal, hogy kedvencük elszökött, elmenekült a petárdák miatt. Megelőzhető a baj, hogyha a kedvencünk nyakába nyakörvet, és egy olyan bilétát teszünk, ami a saját elérhetőségünk szerepel, hiszen így gyorsan, szinte az azonnal értesíthetjék a gazdikat, hogyha rátalálnak elszökött, elmenekült kedvencükre. Ha tudjuk, hogy kedvencünk bármilyen erősebb hanghatására érzékenyen reagál, óvintézkedésként jobb, ha még az új év előtti nap egy biztonságos helyre bezárjuk. Amennyiben otthon töltjük a szilvesztert, akkor az esti etetés és az utolsó séta időpontját úgy válasszuk meg, hogy megelőzzük a duroktatás kezdetét, az éjfél körüli kritikus órákat pedig, ha tehetjük, töltsük együtt az állattal. Ha ebünk nagyon ijedős, ideges természetű, és úgy véljük szavakkal nem tudjuk majd megnyugtatni, Forduljunk még az ünnepelőt állatorvoshoz. Természetesen vannak olyan kutyusok, akiknek egyben az időszakban szükségük van a nyugtatásra. Ilyenkor uh, igénybe lehet venni enyhébb hatású gyógynövénytartalmú készítményeket, illetve vannak erősebb uh, szintetikus hatóanyaggal rendelkező készítmények. Ami nagyon fontos, hogy mielőtt a gazdik bármilyen gyógyszert is akár a házi patikából adnának a kedvencüknek, mindenképpen konzultáljanak az állatorvosukkal. Állatorvosi jó tanács még kutyatartóknak a szilveszteri időszakra, hogy veszély esetén a kutyusok a falka vezér viselkedéséről vesznek mintát, így ha a gazdi nyugodt, a kutya sem esik olyan könnyen pánikba.